Az éjféli misén tartott szentbeszédében a pátriárka felszólította az izraelieket és a palesztinokat, hogy találjanak konfliktusukra igazságos és egyenjogú megoldást. A palesztin nemzetiségű jordániai állampolgárságú pátriárka Mahmoud Abbas palesztin elnök és Catherine Ashton az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Nasser Jaude jordániai külügyminiszter jelenlétében mutatta be az éjféli misét a születés templomával szomszédos Szent Katalin katolikus templomban. A berlini Oranketó jeges vizében mártózott meg néhány tíz bátor, télapónak öltözött ember. A víz mindössze 5 fokos, de amint látják, senki sem rossz kedvű, mindenki mosolyog, mondja ez a nő. A berlini fókák szerint a tegnapi bőséges vacsora után kitűnő kalóriaégető a jeges vízben való fürdőzés. A világhírű Harbini Hó- és Jégfesztiválon Kínában idén is szemedgyönyörködtető alkotások születtek. A rendezvény színhelyén a téli éjszakákon többnyire mínusz 40 fokos a hideg, így hát a rendezvény ideális feltételei adottak, és a látványos jégszobrok egy jó ideig meg is maradnak.